Ki is, gyere már le a fáról! Na, tudom, hogy nagyon rosszul hangzik ez a fürdés, de figyelj, jó lesz. Nem na. Is vagyok itt. Na, csak gyere le, látlak, hogy ott vagy fent. Nem tudsz elbújni előlem. Jó van, körözzünk. Szia, kis. Na, kis. Kis, figyelj, nézd. Kapsz húst, gyere. Van ebéd. Csak gyere le. Látod? Ez szerintem kamuhús. Nem kamuhús. Figyelj, nézd, kidobok belőle 64-et, gyere. Na, figyelj, nagyon finom, csak gyere le és egyél, nyugi már, na. Kis, nem kell félni. Felveszem, 3. Jó, oké, megvagy. Na, nagyon jó. Engedj el, vagy meghalsz. Nyugi már, kis, na, vettem golyóálló mellényt. Nem tudsz nekem ezzel szivatni. Na, ne lövöldözzél már, mert fel fognak kelni a szomszédok, és megint miattad kell ilyen csendháborítás meg éneket fizetnem. Na. Szóval, kis gyere, szépen ide bemegyünk, nézzet egy új fürdőkádat neked. Na, hogy nem. Tetszik? Dehogy nem? Na. Nem. Gyere, na, nyugi, nem zuhanyozni fogunk, hanem fürdeni. Gyere, kis, szálljunk be, tudod, olyan, mint a medencézés. Na, gyere. Várjál, ember, hogy húzzam ide be? Na. Nem fogsz. Gyere már, raktam bele a kedvenc samponodból. Amit nincs, szét szoktál rágni. Samponom. Jó, csak szét szoktad rágni, azért mondtam, hogy a kedvenced. Na. Hát ezért nem kedvencem. Na, jó, oké, várj akkor, amit oda kötlek így ahhoz, szépen. Jó. Takarodjál már! Na, menjél fürdeni! Menjél fürdeni! Menjünk, gyerünk! Nem! Bum! Na, ennyi. Meg is vagyunk koldva, kis jól vagy? Nem tudsz benne megfulladni, azért nem annyira mély. Kis. Nem hisztek erre ködásig, elengedtelek, na. Jól vagy? Kis? Mit csinálsz? Élvezed? Szerintem kezdi megszeretni. Kis? Jó, megőrült a kicsikét, szerintem kezd felrobbanni. Kis? Na? Menj innen! Jó, megyek innen, mi a baj? Na, jó, tetszik a fürdés? Jó, majd gyere majd vacsorázni, oké? Okay? Komolyan nem hiszem el. Kis, kész van a vacsora, figyelj, csináltam steaket sült krumplival. Jössz? Hallod, már fürödtél eleget, kis? Nem. Kis? Nem. Mi van? Na most hagyjad már ide, nem is akartál fürödni. Na, gyere, törölközz meg és gyere, jó? Na, itt van a kaja. Itt vár a kaja a konyhában. Istenem, jó, akkor mit akarsz? Hogy akarsz enni? Jó, oké. Csak nem tudom, hogy így hogy akarsz amúgy enni, de tényleg. Mit csinál? Mit csinálsz? Jó, oké, nézd, itt a kajád. Mi az, hogy adjam oda? Jó, tessék, nézd, gyere, itt van a kaja, gyere, edd meg az asztalnál, jó? Kis? Na jó, eléggé para vagy. Úristen, na jó, ezt tényleg nem hiszem el. Ember, mert nem hajlandó kijönni tényleg kis a fürdőkádból. Ideig nem a kis akart fürdeni, most pedig egész nap csak fürdeni akar. Tudod mit, jó, hogyha fürdeni akar, akkor hadd fürödjön. Nem fog rászólni egy egész héten keresztül. One week later. Ember, egy hét telt el, és kis még mindig ott van egész nap a fürdőben. Kis, jól vagy? Jó napot! Na jó, melyem már, úristen, valaki kapog. Halló, igen! Jó napot, itt lakik PGT kis. Igen, itt lakik, csak fürdik. Mi az? Hát nemrégiben jelentkezett egy nyereményjátékra, és ő nyerte meg az 1 millió forintot. Mi? Kajak? Szóval átveheti, jöjjön ide. Jöjjön ide? Igen. Most azonnal? Most azonnal vagy elmondani. Jó, mindjárt egy pillanat. Kis! Hallod? Nyertél 1 milliót, csak ki kell szállnod a fürdőből, ott van kint a postás. Postás ide! Kis, ki kell szállnod a kádból, hallod? 1 millió! Postás ide! Azt kéri a kutyám, hogy menjen oda a fürdőkádhoz. Kapsz 100 ezret! Hát, so, okay. Nem tudom, de kis! Hallod? Menj már oda! 900-at adj, ugye 100-at ér, mert ide jöttél. Nagyon ázott kutyaszag van, de tessék. Jó van, nem rossz. Viszontlátásra. Jó van. Kis, figyelj már ide! Ki kell szállnod a kádba, egész nap csak itt fetrengesz.
Nem kellett volna ezt mondani, csicskazsák. Na, jól van. Bosszút akarsz? Akkor legyen bosszú. Istenem, legalább az egyik pénzes zsákot elloptam. Na jól van, srácok, itt az ideje a bosszúnak. Én ezt tényleg nem bírom tovább, hogy kis itt van egész nap, nem, és egész nap csak fürdik, és nem vagyok kiszállni. Most bizony bosszút kell rajta állnunk, és valahogy meg kell szivatnunk, és el kell vegyük arra, hogy kiszálljon. Nyári gyerek vagyok. Úristen, még nincs nyár. De már nem sokára az lesz, szóval srácok, hogyha le akarjátok csekkolni a vadonatúl nagyon menő PGT és termékeket, akkor csekkötök fel a PGT.hu-ra, ugyanis nagyon menő kínálatunk van. Többek között meg tudok venni, hogy engem, Szabit és Húsit is. Szóval, hogyha te is be akarsz csatlakozni a PGT teambe és toppon akarsz lenni, akkor csekkold le a shopot a leírásban, vagy pedig írd be, hogy PGT.hu. Na, figyelj Szabi, az a lényeg, hogy kis egész nap fürdök és nem hajlandó kiszállni abból a rohadt kádból, érted? De és az ami a baj, én is szeretek fürdeni. Igen, csak kis ideig nagyon nem szeretett fürdeni, és most tudta meg egyáltalán, hogy mi az a fürdés. Érted? Van egy ötletem, ha beszállok mellé, biztos kimegy, nem? Hát, engem nem szeret. Nem gondolom, én is ezt gondoltam, szóval figyelj. A lényeg az, hogy menj oda be, és csináljunk, mint hogy ő kb. Ott sem lenne, és csak szállj be a fürdőkádba, jó? Nagyon ázott kutyaszagon, de jó. Jajajaj. Szia kis. Úristen. Mit csinálsz? Kifele! Úristen! Egyszer mondom még el! Ebben még van egy kis almalé! Gyerünk, Szabi! De Dani nagyon... Akaradjál már innen, te! Dani nagy... Jajjaj! Nagyon büdös és... Na jó, ez nem úgy sikerült, ahogy szóltam, kellett volna. Szóltam, csicska! Kis! Te leszel a kivi? Kis, na, szállj már ki a kádból! Nem, én itt el vagyok. Ember, honnan szerezted ide kólát, meg mindenfélét? Ha rendeltem. Ja, na jól van. Komolyan mondom, kis, nagyon-nagyon meg fogod bánni azt, hogy nem szállsz ki a kádamból, és itt vagy-e már több mint egy hete? Na jó, hagyjuk. Úristen, jó, valami más kell kitalálnom. Na jó, ahogy látom, kis most pont nem figyel, szóval mi lenne, hogyha kicserélnénk szimplán a vizét lávára? Na várjátok, veszek is ki egy kis lávát. Jó, oké, és kiütöm az ablakot. Ugye nem? Jó. Szerintem alszik talán, vagy nem tudom most mit csinál. Jó. Szállj már ki. Hoppá. Tök meleg, ez nagyon jó. Mi van? Na jó. Na jó, nem. Ne szívassál már. Ne, ezt én kaját nem bírom. Kis! Mi van? Miért lók ki egy áka a fejedből? Hát, hogy lássad, hogy sose leszel király. Kis! Szállj már ki a vízből! Láva van benne! Na jól van. Kaját nem hiszem el. Ez se vette rá? Na jó, oké. Akkor van egy sokkal jobb megoldásom. Kis, figyelj ide! Kinyitom az ajtót, nézd! Látod ezt a sok felakasztott sonkát? Nem. Na várjál, akkor... most látod ezt a sok felakasztott sonkát? Na, ezt az összeset megkapod, amint kiszállsz a fürdőkádból és kijössz érte. Na! Végleg is! Várjál, meg kell számolnom, hogy pontosan annyi, amennyit szeretnék. Nagyon büszke vagyok rád, végre! Köszi! Mi van? Kis! Szállj már ki a fürdő... Nem mehetek vissza. Kis, szállj már ki a fürdőkádból! Nem köszönted ki, hogy nem mehetek vissza. Elloptam a fürdővizet. Na, ilyenkor mit szólsz? Na, én krengedek másikat. Ne, de... Kis! Na, nem bírom, de tényleg... valamivel rá kell vennem. Tehát azt is elkezdem engedni. Na, ilyenkor mi van? Ez engedd el! Ne már! Na jó van, komoly elegem van. Tudom itt, maradj is ott. Na jó, ez se vált be. Valami nagyon erőset kell kitalálnom, amire tényleg ki fog jönni. Na, talán ez működni fog, beletöztem kisnek az apjának, rá azért csak hallgat. Na, szóval, Fiam! Zárjuk el szépen a csapot. Fiam! Na, azonnal szállják ki a kádból, mit csinálsz? Nem fürödhetsz, most azonnal mennyi érni leckét? Nem járok iskolába. Na, ezeket szépen kiütjük innen. Na, hogy is élesek voltak. És most szépen akkor mehetünk! Nagyobb a kád, köszi apa! Mi van? Imádlak.
imádlak. Na, nagyon jó vagy, nagyon jó, terjeszkedünk. Nem terjeszkedünk. Hoppá, mekkora kád! Kis! Wow! Azonnal szállják ide, tényleg? Na jól van, akkor tudod mit, bemegyek, na! Fiam, szállj ki innen! Hát nem. Ajaj, azt hiszem, hogy lemosódott a... Úristen. Csádani. Szia kis! Wow, papa! Hallod? Hallod? Szállj már ki innen, Léci! Mennyi izéd van? Hát, na jó. Legyen nagyobb lesz! Na jó, én ezt én kaját nem hiszem el! Felfoglalom az egész házat! Biztos, hogy nem, kis ember, én ezt kaját nem hiszem el! Hogy szedjem rá kis, hogy kiszálljon a fürdőkádból? Na jó, van szóval én tényleg már mindent megpróbáltam, érted? Tényleg onnantól kezdve, hogy sonkát raktam le neki, odáig, hogy kiütöttem neki a vizet, meg mindent, és semmi nem működött! Még én sem zavartam ki, ez olyan fura. Hát amúgy igen, ez az, és tényleg nem tudom, most téged is oda küldeni, mert kb. Nincsen semmi értelme. Aj, nem tudom, hogy mit csináljak. Érted, most mi az, ami okozza az egészet? Azt, hát hogy... a víz! Ja, igen, a víz, és mit tudok a vízzel csinálni? Hát mondjuk, mint múltkor ugye lehúztak minket a vécén, és ott én ott a csövekkel mentem, és ha elvágod a csövet, akkor kis nem tudta vizet engedni, és érted? És utána várj, és utána hideg víz jön, és azt nyilván nem szereti. Jó. Nem tud engedni több meleg vizet. Ez amúgy működhet, jó, oké. Mi lenne akkor, Márdani, tényleg? Na? Ezt vidd magaddal, kelleni fog. Jó, oké, én azt tudom, hogy TNT-t adsz nekem, amivel fel tudom robbantani. Tudsz szerezni nekem TNT-t? Hát, kis te loptam múltkor, szóval tessék. Jó, oké, na. Kell gyújtó. Aha, adj egy gyufát is. Itt van gyufa. Nagyon jó, na szóval akkor ügyes Szabi, menj és találd el a figyelmét, jó? Addig én megyek oda, hátralopózok. Okay. Jól van, srácok, ez hogyha nem válik be, akkor igazából semmi nem fog beválni. Felrobbantjuk az egész vízvezetéket, amíg igazából viszi neki a vizet. Jó, azt hiszem, hogy ez az, mit csinál kis? Cseh! Szia kis! Ott van Szabi! Mit csinálsz? Most már kisebb a medence, hogy mi az? Jó, ez a medence? Oké. Nem, ez egy kád. Itt megy a vízvezeték, srácok, azt hiszem, igen, itt van egy vízvezeték, itt megy bele a tengerbe. Hú, na jól van. Hogyha ezt felrobbantjuk az egészet, akkor fixen nem fog igazából többet fürödni. Na jól van, robbantsuk, gyerünk! Boom! Hú, szar van! Ja, hello! Mizu! Hello! Mizu! Nem megy ez a szar. Hát, nem is tudom, mi történhetett. Na kis? Nem megy valamiért. Miért kellene fürdeni, hogyha már nincsen benne víz? Na Mizu? Elmész? Kis? Hagyjad meg végén! Amúgy igen? Most az egész faluban nincs víz. Tényleg? Nem baj. Én úgyse szoktam fürdeni. Na várjunk már, ez nem a legjobb. Tényleg, Dani, nézd. Na, mi az? Ezt mosd le, ja nincs víz. Na, jól van, komolyan mondom, nem érdekel. A lényeg az, hogy kiszállt kis végre a fürdőkádamból. Igaz, hogy nincsen többet víz, lehet, hogy nem fogunk tudni többet fürödni. Mindegy, nem érdekel. Majd lefürdünk a tengerbe. Srácok, köszönjük, hogy itt voltak ebben a videóban. Remélem, hogy tetszett. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!